Meglehetősen éjséges időket élünk, főleg egy örnék távlatában, amely még csak utcasaraknyira sem hagytunk el. 2020-ra gondolok. 2020 volt a gyűlölet, a szenvedély, az új konzolok, egy világjárvány, valamint az online tér eddig soha ki nem teljesedett, eddig korábban nem ismert vonulata. Az emberek soha nem voltak ennyire szorosan összezárva az online falak bitekkel körbezárt terében. 2020 sok mindenre tanított minket. Megtanultuk, hogy mellőznünk kell minden rasszizmust, másokat sértő kifejezéseket, közösségi oldalakon kinyilvánított megjegyzéseink, ha nem vagyunk óvatosak. Tömegeket tud megmozgatni, nem csak az interneten, hanem akár a valóságban is. Azt látva, hogy 2021-ben már jócskán szaftos történetek kezdtek el megindulni a nagyvilágban, bízva abban, hogy azért talán enyhülni fognak a körülmények ahhoz képest, hogy ami tavaly alakult ki, úgy döntöttem, ide lenne leporolni egy igazi klasszikus, a meglehetősen nagy port kavaró játékot, a JFK Reloaded-et. A játék egészen egyszerűen lenyűgözően kezd. Fent vagyunk ugyanabban a bérházban, ugyanabban a szobában, ahol Kennedy-t lesznájpoló gyilkos a tevékenyeket, és várjuk azt, hogy feladatunk végre elvégezhessük. Mondanom sem kell, a játék valami mese szép. Én PlayStation 5-ön tesztelem, ahol a DualSense kontroller valami elképesztően fergetegesen nagy szenvedéllyel adja át azt, hogy milyen érzés fogni egy mesterlövész puskát. Úgy adja vissza a haptikus visszajelzést a DualSense, hogy az valami elképesztő. Bazz! Lenyűgöző élmény! Mindenkinek kötelezővé tenném a DualSense használatát. Komolyan! Egészen egyszerűen fantasztikus élmény. A grafika a mostani standardekhez szerintem nem igazán felel meg. Értem én, hogy a 60-as évek végében járunk, de bazz! Mi az, hogy nincs ray tracing, vagy legalább egy nyomorult HDR támogatás? Arról nem is beszélve, hogy a Forza Motorsporthoz hasonlóan ez se támogatja a 8K 120fps mód, hanem csak egy egyszerű 4K 60fps-es képmegjelenítéssel kell beérnünk. Komolyan! 2021-et írunk. A konzolok sokkal többen képesek lennének ennél. Hogyan megveszett francba lehet az, hogy se a Sony, sem a Microsoft, sem az Atari, sem a ColecoVision, sem a Commodore, sem az Amiga. Egyik konzolja sem képes nagy számfejtő mérnökök által beígért teljesítmény többlet által nyújtott futás sebességére ennél a felbontásnál. Komolyan! Ilyen malőr után még egy pályakezdő indie fejlesztő is pályát váltana. Na de, térjünk vissza a játékra. Kifejezetten jól kezelhető játéknak mondanám a JFK Reloaded-et, ahova célzunk, oda tartja az emberünk a fegyvert, szóval erre jár a Twitter kedverés részemről. Azonban, mikor meglépjük a játék által kívánt lövés, akkor történik az igazi fesztivál. Az AI olyan sekhülye, hogy elkezd utána felgyorsítani, illetve rendőr motorosok kezdenek el körkörözni, arról ne beszélve, hogy milyen elmebajos dolgok tudnak történni, ha a sofőrt lőjük le. Komolyan! Ennél még az 1985-ös Super Mario Bros-ban is a gombáknak jobb mesterséges intelligenciája volt. Bazz! A látványról pedig. Hihetetlenül sivár az egész. Az egy dolog, hogy a Cyberpunk 2069 Xbox Series X-en méretetlenül csapzott és veleig romlott világot mutat, a szónak a rosszabbik értelmében, de a JFK Reloaded egy újabb mélypontot foglal a Next Gen játékok közt. A történet pedig egyáltalán nem is létezik. Komolyan mondom, hogy a VR-ban lehet az, hogy egy szaros történetet nem sikerül összehozni. Fiúk, sehol egy cutscene, párbeszéd, semmi. Be kell érnünk a szintiszta játékmenettel, ami amúgy, ahogy korábban írtam, egészen kellemes. Ha tetszett a JFK Reloaded, akkor menjetek el egy boltba és vásároljátok meg! Ha pedig a videó tetszett, akkor kövessetek minket Twitteren, illetve támogassatok minket Patreonon! Valamint akár PayPal-on is küldhettek pénzt! Sziasztok!